az egyeskő, onnan átjövünk egy kicsit a sziklák alá, az ördögmalmak felé, és úgy jövünk le majd a Kovács-patakon. Tehát felfele megyünk a szép patakon az egyik úton, a másik úton jövünk le. A Gyergyói Jeggel csapata ismét a Hagymás egységet környékezte meg. Úti célunk, ahogy már korábban is hallottuk, a sokak által ismert, illetve nem ismert mesebeli környezet, az egyeskő, a Hagymás egység gyökszeme. Tény, hogy jó sokan összeverődtünk, úgyhogy több mi valószínű, hogy forgalmi dugó lesz ma az egyeskő tetején, ha mindenki bevállalja. A háttérben az egyeskőtől délre lévő ördögmalmok, illetve a nagyhagymás az egyeskőtől északra. Mielőtt beérnénk a nagyhagymás Békásszoros Nemzeti Park területére, egy kis visszatekintés, ahonnan jöttünk. Háttérben a baláni havasok, illetve szépen kivehető a háttérben a madarasi hargita. Az egyes köz igyekszik, az mindenképp számítson erre a hágóra. Akár a Kovács-patakán indul, akár a jelenlegi útvonalon, a Szép-patakán.
De egyébként ki lehet bírni egy kisebb pihenőkkel. Jó, hogy nem olyan hosszú ez az egyeskű útvonal, de legalább jó meredek. Nincs mások gyerekek, e helyek van. És közben érkeztünk ahhoz a bizonyos sziklafalhoz, ahol van a forrás. Háttérben az öcsém részeként az ördögmalmok. Amit láttunk. Most már méterekre vagyunk az egyeskőtől. Az utolsó hágó következik. Ahogy várható volt, jó sokan vagyunk. Más csapatokkal egyeskedni. Hiszen ez a mai őszi nap délelőtt egyenesen hívta a túrázókat. Csapatunk most már részletekbe, de menegett fel az egyeskő tetejére. Úgyhogy mi is készülődünk, indulunk. Odafel. Akció az van, ezt nem kell igazából letagadni. Igen. Közben gyönyörködünk ott a nagyhagymásba. Az egyeskő neve egyébként Csalóka, mert tulajdonképpen 5 csúcsból áll, különálló csúcsból, amelyeket itt most félúton részben láthatunk is. Itt közben mutatom, hogy hol fogunk még föl enni. Továbbra is a erősen fogja az egyeskő csúcsai között. Ahogy kibereszkednek. Ovánk, a legózik a lábam. Persze még, hogy majd felmegyünk. Fogjátok a telet. Tény, hogy ma nagy a torlódás, de azért mindenki feljut, ha akar. Nem megmondom. De végül is a kötő ott vezet. Ügyes, fiúj, de ügyes a maszk.
irány a csúcs? Gyere, gyere! Jövök. Még van hely? Többiek hol van? Jönnek csak. Meg kellett várják. Ott vagy. Elég azt rajtottuk ahhoz képest, hogy mi fűrtünk. Az képest, hogy nem az, hát most nem már. Életem első mászáshoz ért. Így lehet, hogy így van, vagyok. Arrafele látszik. Nem baj, mert lefelé még nehezebb lesz. Tudom, hát. Köszönjük a biztatást. És fel vagyunk a csúcson. Ha persze nem az egészen, mert semmiképp nem fértünk volna föl. Mellőtt azt mondod fejét. Te őz vagy, vagy valami ilyesmi? Nézzél valakit, tudod? Nem. Már mindig. Nem fotóra. Háttérben a csíki a vasúta. És a gyertyúj a vasúta. Hát az nem semmi. Háttérben a nagyhagymás. Ha visszafele, ereszkedés az egyes köteteiről. Biztosan, hogy nem lesz könnyebb, mint fölfele. Ez érdekes gyerekek, mert... Ügyes! Hál' Istennek szerencsésen mindenki visszatért.
Egy tapcsot a házigazdának! Hogy változatosabb legyen a visszaút, egy kis kitérővel az ördögmalmok irányába vesszük a utunkat. Hirtelen beérkeztünk egy nevezetességhez, az úgynevezett részeg erdőbe, amelynek a története itt van. És hogy miért részeg, hát valamennyire látszik, gondolom a fáknak a növéséből, illetve hát talán a domborzat mozgásától. Ez a látvány egyedi. Túléltük! Hát kezd a látvány, ami a megjelent látvány most már megjelenni. Az ördögmalmok. Hát ez egy elsőre is káprázatos. Mi lesz még a közelébe. Szél és a víz munkáját láthatjuk itt élőben az ördögmalom. Hát fenséges látvány, ugyanakkor félelmetes. Hát a közmondása ellentétben itt kő a kövön marad egy jó darabig még. Az ördögmalom, ahol jártunk, a vigyázókő, melynek turista jelzéseit láthattuk az előbb, ahova nem mentünk el. Illetve a háttérben az öcsény csúcsa. A túránk befejező részében, amely ugye a Kovács patakához való beereszkedést foglalja magába. Voltak, akik először túráztak, voltak, akik először jártak az egyeskőnél, tehát biztos, hogy mindenkinek többé-kevésbé jutott a mai nap. Kívánom mindenkinek jó túrázást a környékre, a lehetőségek szerint télen-nyáron.